Szinte teljesen bedőltek azok a vállalkozások, amelyek az esküvőkre alapozták működésüket, a ruhakölcsönzőtől a zenészekig, az éttermektől a fotósokig, mindenkinek újra kellett tervezni az évet. A második hullám érkezése miatt most ismét bizonytalanná váltak a mennyegzők. Ez a debreceni esküvői ruhatervező azt mondja, hogy megpróbálja rugalmasan kezelni a halasztásokat, mivel volt tartalékja, tudja kezelni a kéréseket. Március óta sorra borultak az esküvők. A helyszín se volt biztos, így már sajnos a ruha is úgymond kérdőjelessé vált, hogy akkor kell, nem kell, és mivel hogy én egy egész évre előre már betervezem magamnak, hogy mikor készítsem el az adandó ruhát, így az teljes mértékig felborult. Az esküvő szervezőknek sem volt könnyű a tavasz, de Debrecenben nyárra visszatértek a megrendelések. Úgy gondolom, hogy a kedvüket az ifjú pároknak ez a dolog nem szegte, hiszen tényleg ez egy olyan érzés, egy olyan alkalom, amelyről valóban kislánykoruk óta álmodoznak. A hivatalban is azt tapasztalták, hogy nem csökkent a házasulási kedv Debrecenben. Csak némi módosulás következett be az időben, vagy a helyszínben. Olyannyira, hogy ebben az évben már több mint 1000 házasságot kötöttek a munkatársaim. Nógrád megyében kevésbé kedvező a helyzet, itt sok esküvőt halasztottak el. Az esküvőknek a több mint a fele lemondásra vagy átszervezésre került a jövő évre, emiatt jelentős bevételtől estek el a szolgáltatók, akár zenekarok, fotósok tekintetében. A ruhakölcsönzők sem ilyen évre számítottak még az elején. 43 éve csinálom az üzletet, és ilyen rossz esztendőm még nem volt. Úgyhogy hát az ember csak reménykedik, hogy hát, hogyha kilábalunk ebből a nehéz helyzetből is, majd lesz valahogy. Az esküvőkhöz kapcsolódó vállalkozók nagy része is komoly bevételtől esett el a járvány miatt. Ők azt mondják, abban bíznak, hogy jövőre normalizálódik a helyzet, és ott folytathatják, ahol abba hagyták.